idén is megszervezte hagyományos disznóvágását a SZASZ és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mely a Lőrinci Sportcsarnok mögötti klubháznál került megrendezésre. A piros iskolás diákok is kilátogattak az eseményre, ahol egy disznóvágással kapcsolatos tesztet is ki kellett tölteniük. Nagy volt a sürgésforgás délelőtt, mindenki segített a húsfeldolgozásában. Délutánra elkészültek az incsiklandó ételek, azonban a szervírozással még várni kellett. A vendégek addig forralgót ittak, beszélgettek, nem hiába a főzés a közösség formálás egyik alapja. A legfőbb célunk az, hogy a mi közösségünknek minden évben legyen egy évi gyűjtő rendezvénye, amelyen a családtagjaikkal együtt egy olyan kellemes népi szokást tudjunk művelni, ami a disznótort jelenti. És én úgy gondolom, hogy ezt most már 5 vagy 6 éve folyamatosan végezzük. Szervezésbe a Német Nemzetiségi Önkormányzat is besegített. Most már 3 éve rendezzük meg ezt a disznótort, és onnan jött az ötlet, hogy a német nemzetiségi oktatásban egy rész a disznóvágás. És mivel tudtuk, hogy ők mindig vágnak disznót itt a kerületben, ezt azért elég nehéz kivitelezni nagyobb fórumokon, és akkor így jött az együttműködés. Estére megérkezett a vendégsereg is, akiket a Retro Trio együttes fogadott. Az egész napos munkának is meglett a gyümölcse, orjaleves, székely káposzta, sült hurka, kolbász és igazi vecsési savanyú káposzta került az asztalra. Vacsora közben az egyik főszakáccsal, Maráci Jánossal is találkoztunk, aki a Sport Egyesület céljairól beszélt. Hogy az első csapatra szeretnénk feljutni az első osztályba, Budapest első osztályba, és szeretnénk a második csapatunkkal pedig a Budapest harmad osztályba feljutni. Ezzel is emelve a labdarúgásunk színvonalán. Amit a közösség és egyéb dolgokban tervezünk, hát azt természetesen tovább szeretnénk fejlődni, további tagokkal szeretnénk bővülni, és hát ami a legeslegfontosabb az utánpótlásunkban is szeretnénk egyre több fiatallal, egyre több gyerekkel foglalkozni. Ennek érdekében már iskolában is ott vagyunk, és olyan programmal készültünk a gyerekeknek, ami úgy néz ki, hogy sokkal jobb lesz, mint az eddigiek. Úgy tűnik, utánpótlásban nem lesz hiány. Sok sikert kívánunk!